Na, akkor megkísérlem betölteni magát a projektet. Aztán, hát miután sikerült, akár futathatjuk is. Hát most nem is tudom, hogy itt konkrétan mit fogunk látni, szerintem itt akkor valami rajzolás történik. Ja, és igen, akkor szerintem a program legenerál egy sorozatot, és akkor azt próbálja meg kupacként ábrázolni. Elméletileg hozzá tudnánk adni, megtörölni tudnánk a gyökérelemet, csak nyilván ez nem fog megtörténni, mert ezt nekünk kellene majd megírnunk. Na, itt van a forrásban minden számunkra lényeges dolog. N a méret és hív a kupac. És akkor most ne felejtsük el, hogy az N-t nekünk kell módosítanunk, amennyiben új elemet adunk hozzá, vagy elemet törlünk. Ez most a mi dolgunk lesz. Természetesen a program futásának a kezdetén már lesz érték a hívben is, és lesz valamilyen szám az N-ben is. Tehát ezeknek feltöltéséről nem kell gondoskodnunk, hanem amikor majd beszúrás lesz, vagy törlés lesz, akkor kell egy kis. Akkor kell majd egy kicsit hozzájuk nyúlni. Az első függvény a helyreállítás, amelyik paraméterként kap egy x értéket, ez azt fogja jelenteni, hogy hányadik indexű elem, hányadik indexű csúcsból kiindulva kellene a helyreállítást megvalósítani. A második a törlés, ahol szintén ugyanez a helyzet, kapok egy x paramétert, hogy az x-edik indexű csúcs eltávolítását kellene megvalósítanom. Alul pedig az új elemnek a beszúrása, ahol egy V értéket kapok paraméterként, tehát egy V értékű elemet kellene elhelyeznem a kupacon belülre. Maga a kupacépítés az nem kapott külön eljárást, ha valakinek kényelmesebb, akkor létrehozhatja azt is, de mivel azt igazából egy helyen kell megvalósítani, akár oda helybe odaírhatjuk. És szerintem elkezdhetjük akkor a munkát. A keretprogram a heap-tömb aktuális értékei alapján, illetve ugye az N változó értéke alapján kísérli meg kirajzolni magát a kupacot. Szóval, ha én látni akarom, hogy bővülő egy elemmel, egyszerűen megírom magát a beszúrást. Ugye jelen pillanatban N méretű, tehát a heap-emnek az N-edik helyére beleteszem a V értéket és N értékét növelem. Ugyanis most szándékosan ez egy nagyobb méretű tömb, tehát ezt nyugodtan megcsinálhatom, nem kell dinamikusan helyet foglalnom. Nyilván ezért kell külön az N változó, hogy a program tudja, hogy meddig tartanak a valós csúcsok, és honnantól vannak a már hivatalosan nem lévő csúcsok. Hogyha ezt tesztelem, akkor látom is, hogy amit beleírok, az belekerül a végébe. Nyilván ettől még nem lesz kupacos, csak hogy erre már van lehetőség. Hasonló módon akár a törlést is megvalósíthatom úgy, hogy mintha már majdnem tökéletesen működne, az biztos, hogy N értéke csökken. Ekkor már látszik a program futtatásakor, hogy valóban mindig egyre kevesebb csúcs jelenik meg. És azt mondtuk, hogy ilyenkor, ha a gyökérelemet törlöm, akkor a gyökérelem helyére berakom az utolsó elemet. Hát akkor az nyilván az N-1-edik elem, sőt, ha előbb csökkentem N-t, akkor mondhatom azt, hogy az N-edik elemet teszem be a nulladik helyére, ezt futtatva látom, hogy valóban a gyökérelem az folyamatosan eltűnik, és mindig az az utolsó kerül be a helyére. Akkor itt az ideje, hogy lassan működésre bírjuk a helyreállító mechanizmust is. Ezeket a függvényeket már fel is készítem arra, hogy a módosítás követően ezt a műveletsort kérvényezni fogják. Szóval, hogyha kitöröltem egy elemet, akkor szeretném, ha a nullás csúcsból kiindulva megtörténne a helyreállítás, illetve lent elembeszúrását követően, ahogy beszéltük, az utolsó nem levél elemtől haladunk szépen egyesével a legelső elemig, és mindegyikre vonatkozóan meghívom külön ezt az eljárást. Hát az utolsó nem levél, ez talán úgy a legkönnyebb kifilózni, hogy n per 2-től indul el az i, és akkor haladunk visszafele egészen nulláig. Ugyanis abban biztosak lehetünk, hogy a kupacomnak a második fele az levél, az első fele pedig nem. És akkor elvileg így jók vagyunk. Akkor, hogyha működni fog a kupac helyreállító, akkor működni fog most már minden. Ugye az x-edik csúcsban a helyreállítás azzal indul, hogy a gyerekeket kell vizsgálni. Elsőként tudnunk kellene, hogy vannak-e gyerekek, és a legfontosabb kérdés, hogy hol találjuk a gyerekeket, úgyhogy határozzuk meg az ő indexeiket. Mondjuk legyen akkor ez egy C1 és C2 változó, ugye 2x plusz 1, a másik pedig ennél pont egyel nagyobb. Hát ugye eleve csak akkor csinálunk valamit, ha egyáltalán van gyerek. Ezt a feltételt hogyan fogalmazzuk meg? Hát ha C1 kisebb, mint N, akkor az azt jelenti, hogy legalább egy gyerek van.
Egy gyerekünk már biztosan van, de nincs kizárva, hogy van egy második is, és a feladat az úgy szól, hogy a kisebbik gyerekkel kellene majd valamit kezdeni, úgyhogy először meg kellene állapítani, hogy ki a kisebbik. Az egyszerűség kedvéért a kisebbik gyerek indexét tárolja mondjuk egy MC változó, és akár megelőlegezem a bizalmat a C1-nek, tehát hogy az első gyerek értéke a kisebb. Ezt követően lássuk azt az esetet, amikor mégiscsak a C2-es a kisebb. Eleve meg kell állapítanunk, hogy létezik második gyerek, tehát a C2 kisebb, mint N, és akkor mindemellett a C2-dik indexű érték a kupacomban az kisebb, mint a C1-dik indexű. Tehát a második két regisztrált gyerek az X csúcshoz kisebb értéket hordoz, mint az első gyermek. Ekkor az MC-hez eltárolom a C2 indexet. És akkor ezután jön a sorsdöntő kérdés. Az MC indexnél kisebb érték található-e, mint az X indexnél? Azaz, az a bizonyos kisebbik gyerek kisebb-e, mint a szülő? Amennyiben igen, akkor jöhet egy klasszikus csere. Az MC indexű és az X indexű elemet felcseréljük a kupacomban. Ekkor áll elő az a szituáció, hogy a szülő-gyermek viszony az helyreállt, viszont még nem biztos, hogy készen vagyunk, ugyanis most az MC csúcsban történt változás, és nem tudjuk, hogy mi a helyzet az MC gyermekeivel. Magyarul helyreállítást kell kérvényeznem az MC csúcsra vonatkozóan. Ehhez természetesen nem fogok még durvább ciklusokat irogatni vagy bármit. Körülbelül pont arra lesz szükség, amit elmondtam az előző mondatban, hogy kérvényezem az MC csúcsra a helyreállítást. Magyarul meghívja saját magát a függvény, csak immáron nem az X, hanem az MC indexet átadva. Elméletileg előbb-utóbb, ha jól megírtuk, el kell jutnunk oda, hogy levelekhez érkezünk, és akkor ezek a rekurzív hibások véget érnek, szóval nem fog végtelen ciklikusság kialakulni. Ezután, ha minden igaz, ha futtatjuk a programot, azt látjuk, hogy a kupacunk megfelelő módon működik. Szurogassunk be mindenféle elemeket, nézzük meg, hogy megfelelő helyre kerül-e, legalábbis a viszony az megfelelő lesz-e, akár törölgethetünk is. Itt most kizárólag a gyökér elem törlésére van lehetőségünk, amivel jól tudjuk szemléltetni, hogy valóban ezekből a beszúrt értékekből elő tudnánk-e állítani a növekvő sorozatát a számoknak. Szóval amikor rámegyek arra, hogy gyökér elem törlése, akkor mindig a soron következő legkisebb elemet kellene, hogy lássam. És hogyha mondjuk egy teljes kupacot így végig törölgetek, és látom, hogy tényleg mindig egyre nagyobb szám található a gyökérelemen belül, azaz kvázi megvalósult a rendezés, akkor szerintem megbizonyosodhatok arról, hogy igen, a kupacadat szerkezetünk kifogástalanul működik.